Püspök atya, ha elveszítjük lelkünk kegyelmi állapotát, elég valami jó cselekedet annak visszaállításához, vagy esetleg valami speciális dologra van szükség, hogy visszaállítsuk ezt a kegyelmi létet? Szükséges-e a tetteinkhez a kegyelem vagy a kegyelmi állapot? Ha a tettünk erkölcsileg helyes, azt csak kegyelmi állapotban tehetjük meg, vagy nem feltétlenül szükséges? Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hadd kezdjem ott, hogy mit is értünk ezen, hogy kegyelmi állapot, és mi az, amit viszont nem értünk ez alatt. Nagyon sokan azt gondolják, hogy amíg kegyelmi állapotban vagyok, Isten engem addig szeret, és ha én nem vagyok ebben az állapotban, akkor kiestem az ő szeretetéből. Ez egyáltalán nem így van. Isten minden embert szeret, a bűnöst is. Sőt, majd, hogy nem, a bűnöshöz még nagyobb irgalommal, még nagyobb szeretettel hajol le. Azt látjuk például, hogy Szent Pál apostol, amikor még gyűlölte Krisztust, üldözte az egyházat, az élete egyik legnagyobb kegyelmét kapja, a megtérését, maga Krisztus jelenik meg neki. Ugyanezt látjuk Szent Ágoston életében, hogy nagyon bűnös életet él, mégis Krisztus kegyelmet teljesen elárasztja, ahogy kezébe veszi a Bibliát, hallja a különleges hangot, vedd és olvasd, elárasztja őt az Isten kegyelme. Vagyis Isten szeretete nem szűnik meg, akkor sem, ha mi nem vagyunk kegyelmi állapotban, nem szűnik meg az ő segítsége sem. Mit jelent akkor a kegyelmi állapot? Azt jelenti, hogy a lelkünket betölti Isten békéje, szeretete. Bennünk van Istennek a fénye, az ereje, ebben élünk, és éppen ezért tudjuk ezt kisugározni. Vannak gyümölcseink. Ha nem vagyunk kegyelem állapotában, akkor nem tudunk sugározni. Ahogy Jézus mondja, nálam nélkül semmit sem tehettek. Tehát az alapvető különbség nem az, hogy Isten kevésbé szeret, ha nem vagyok kegyelmi állapotban, hanem az, hogy sajnos bennem nem él, nem árad túl az ő fénye, ereje, és ezért nem tudok termést sem hozni. Mit kell ahhoz tennem, hogy ezt az állapotot visszanyerjem? A kegyelmi állapot elvesztése az a bűn miatt történik. A bűnnek a lényege az, hogy Istenre, az ő szeretetére, a gyönyörű törvényére nemet mondok. Ez a nem az akadálya annak, hogy az ő kegyelme belém áradhasson. Isten akarja adni a kegyelmét, de én ezzel a nemmel ezt megakadályozom, mint egy folyónak az útjába egy gátat állítok. Nem kell nekem az Isten szeretete. Nem kell az ő fénye, az ő törvénye. Úgy gondolja az ember, hogy nélküle is. Sőt, talán úgy gondolja, hogy nélküle még jobban tud boldogulni. Hogyan tudom a kegyelem állapotát visszaszerezni? Azzal, hogyha ezt a nemet eltüntetem. Vagyis a bűnömmel szakítok. Próbálok bűnbánatot tartani, és ezt az utat Isten felé, és a szeretet titka felé, az élet titka felé, szeretteim felé újra megnyitni. Mit jelent a bűnbánat? A katekizmusban tanultuk, remélem, hogy kiskorából mindenkinek megvan még, hogy mi az a négy fontos pont, amitől a bűnbánatunk és a gyónásunk is hiteles. Először is beismerni a bűneimet, tehát elismerni, hogy amit tettem, rossz, nem helyes, nem tesz jót nekem se, a fele barátaimnak se, Istennek se. Elismerni, hogy amit tettem, rossz. Sajnos nagyon sokan idáig sem jutnak el, és a bűneiket jónak tartják, nem látják be a bűneiknek a helytelen voltát. A második sajnálni a bűnt. Tehát érezni a fájdalmat. Azt a fájdalmat, amit okoztam másoknak, okozok sajnos saját magamnak, és okozok a Teremtő Istennek. Valamit ebből átérezni. A harmadik, jóvá tenni, amit lehet. Nyilván, ha az ember azt gyónja meg, hogy millió forintot lopott a szomszédtól, akkor nem elég, hogy ezt a gyóntatószékben elmondja, hanem amit lopott, vissza is kéne adnia. Ha valaki azt gyónja, hogy megrágalmazta az egyik ismerősét, akkor nem elég ezt meggyónnia, hanem meg kell próbálni a másik becsületét azok előtt is, akik előtt a rágalmat kimondta, helyreállítani. Ha valaki azt gyónja, hogy a feleségével, hogy férjével a kapcsolata borzalmasan rossz, állandóan veszekszenek, semmi időt egymásra nem szánnak, akkor nyilván csak akkor hiteles ez a bánata, ha elhatározza, hogy javít ezen, hogy nem fog veszekedni,
amennyire lehet, próbál nyugodtan, higgadtan, szeretettel szólni. Próbálja a társát szeretni, segíteni. Próbálnak közösen időt együtt tölteni. Tehát a harmadik elem jóvá tenni, amit lehet. És a negyedik elhatározni, hogy megjavulok. Elhatározni, hogy megpróbálok a helyes úton, a szeretet útján járni. Vagyis ez a nem, ami a kegyelmet megakadályozza, úgy tud eltűnni, ha újra igent mondok Istennek, megbánom ennek a bűnnek a súlyát, próbálom ezt az akadályt elhárítani, és a kegyelem útját megnyitni. Ennek a konkrét módja a szentségi gyónás, ahogy Jézus erre tanít, azt mondja, hogy az apostolainak, hogy akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Akinek megtartjátok, az bűnben marad. Isten irgalma Jézus keresztje által árad ki a világra. Az ő szeretete, mint hatalmas folyam, a keresztről Jézus megnyílt oldalából fakad, ez tisztítja meg a világot. A szentségekben ehhez a forráshoz megyünk. Ez a kegyelem beletestesült a történelembe, az egyházba, az egyház törékeny cserépedényként őrzi, és amikor gyónni megyünk, ehhez a kegyelemhez megyünk. Krisztus oldalából kifolyó vízhez, az ő szent véréhez, amely megtisztítja a mi bűneinket is. Enélkül, a kegyelem nélkül nem tudunk Isten szeretetében élni. Azon gondolkodtam, hogyha a Jóisten a parancsainak megtartásához megadja a szükséges és elégséges kegyelmet, akkor miért nem tudjuk ezt életünk végéig bűn nélkül megtartani, és ebben a kegyelmi állapotban megmaradni? Jézus mondja újra és újra, hogy nálam nélkül semmit sem tehettek. Vagy másutt azt mondja, hogy senki sem jut az Atyához, csak általam. Vagyis Isten élete nélkül, az ő kegyelme ajándéka, az ő fölfelé emelő szeretete nélkül az ember nem tud ebben a szeretetben megmaradni. Ennek az oka az, hogy ahogy már sokszor erről volt szó, Isten egy más létszinten van, mint mi. Egy óriási szakadék választja el Istent az embertől. Mi a magunk erejéből Istenhez nem tudunk fölemelkedni. Ő neki kell a mi létszintünkre lejönni, önmagát nekünk adni. Csak úgy tudunk vele egységbe lépni, ha ő maga ezt lehetővé teszi, a kegyelmét fölkínálja és adja. A magunk erejéből Istenhez nem tudunk fölemelkedni, ezt a titokzatos hegyet nem tudjuk megmászni. Ő neki kell leszállni közénk, ahogy a Hiszek egyben imádkozunk, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből. A kegyelem ajándék, Isten ingyenes önközlése, amellyel önmagát ajándékozza nekünk. De nem csak emiatt van szükségünk a kegyelemre, mert Isten más létszinten van, hanem azért is, mert a bűnök az ember lényének a szívét sebezték meg. Erről is volt már szó, hogy az emberi lény szívének a középpontja pontosan az Istennel való kapcsolat. Ez a kapocs emelte ki az embert valaha az állatvilágból. Ez a fölfelé emelő gravitáció, az Istennel való egységünk. Ezáltal tud az ember gondolkodni, a világ fölé emelkedni, rálátni az egészre, rákérdezni az egészre. Tehát az Istennel való kapcsolatunk, az emberségünk szíve. És amikor az ember vétkezett, akkor pontosan az emberségének a szíve sebződött meg, a középpontunk. És emiatt az egész emberi lény megsebződött. Vagyis a bűn az nem egy ilyen lényegtelen baleset az életünkben, hanem sajnos az emberi lény legfontosabb pontjának a megsérülése. És emiatt megsérült az értelmünk. Homályos lett, nem látunk tisztán, nem tudunk tisztán gondolkodni. Megsérült az akaratunk. Rosszra hajló lett, nem látja már az értéket, nem tud érte teljesen lelkesedni. Megsérültek az ösztöneink, a vágyaink, az álmaink, az érzésvilágunk, tehát az emberi lény egésze sérült meg a bűn által. Az Isten kegyelme olyan, mint egy mágnes, ami vonza az embert fölfelé. Csak ezáltal tud az emberi lény egészségesen, szépen, önfeledten élni. Ha ez a vonzás megszűnik, az ember magába zuhan, a sárba zuhan, eszmények nélkül, lendület nélkül, remény nélkül fog élni. Tehát a bűn az ember létünk lényegét sebezte meg, és emiatt szükségünk van újra erre a fölemelő kegyelemre,
Enélkül emberhez méltó életet nem tudunk élni. Most lehet, hogy a következőkben elhangzó kérdéseimmel vadvizekre vezek, de olyan érdekelne, hogyha Isten mindenkinek megadja a kegyelmet. Mi van például mondjuk Hitlerrel vagy Sztálinnal, akik tudatosan követtek el súlyos halálos bűnt? Nekik is volt lehetőségük élni az isteni kegyelemmel. Mi a helyzet azokkal, akik hitetlenek? Vannak olyanok, akik biztosan az örök életre vagy az örök kárhozatra jutnak? Isten a kegyelmét minden embernek fölajánlja. Ezt szeretném, ha kedves hallgatók megjegyeznék, szívükbe beírnák, a Biblia erre tanít. 1. Timóteus levél 2. fejezet 4. vers. Isten minden embert üdvözíteni akar. Istennek a legfőbb célja, álma ez. Ezért alkotta a világot. Minket is ezért alkotott, hogy a szeretetét velünk megossza. Az embert boldoggá tegye. Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. A másod azt mondja, hogy Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, velem legyenek. Lássák dicsőségemet. Istennek az akarata ez. Az örök élet, a kegyelem, az irgalom. Isten ezt minden embernek fölajánlja. Akár a leggonoszabb embereknek is. Nyilván az embernek erre a kegyelemre szabadon válaszolnia kell. És sajnos vannak a történelemnek ilyen személyei, akik döbbenetes gyűlöletbe és bűnbe, torzulásba jutottak. Mint ahogy látjuk például Hitler vagy Sztálin életében. Hogy pontosan mi zajlik le egy ilyen ember lelkében, ezt teljesen megérteni nem is lehet. A Biblia így hívja ezt, hogy a gonoszság titka. Ugyanis a jónak van logikája. Az, hogy én miért szeressek valakit, az teljesen logikus. Az jó neki is, és jó nekem is. Azzal két ember épül. Épül a világ. Erre vagyunk teremtve, erre vannak a sejtjeink, az érzéseink. Minden erre van beirányozva. Tehát a szeretet logikus. A gonoszság nem az. A pusztításnak végső értelme, célja nincs. Annak, hogy egy szép házat fölépítsek, ennek van célja. Ez értelmes. Hogy azt szétrugjam, szétbombázzam, ennek igazi célja nincs. Ez végső soron értelmetlen. Vagyis teljesen megérteni, hogy egy ember hogy jut a gyűlöletnek ebbe a borzalmas örvényébe, ezt nem tudjuk. De valamilyen módon sajnos vannak emberek, akik legalábbis az életük nagy részében ebben a rettenetes gyűlöletben éltek. Ugyanakkor azért talán arra is fontos gondolnunk, hogy Isten minden ember életének az ajtaján kopogtat, a leggonoszabbakén is. És soha nem tudhatjuk, hogy egy ember egyrészt miért mennyire felelős, másrészt tehát, hogy mennyire volt tudatában mindannak, amit tett, és hogy mi az, amit átélt az élete legutolsó perceiben, óráiban, pillanataiban. A legtöbb ember a halála előtt nagyon világosan látja az egész életét. Átlátja a maga bűneit. A legtöbb ember a halála előtt imádkozik, Istenhez szól, könyörög. Istenben remél, keresi az ő kezét, bízik abban, hogy van folytatás. Ahogy szokták kicsit viccesen mondani, hogy zuhanó repülőgépen nincsenek ateisták, ez valóban így van. A halál közelében az ember szíve megnyílik. Az élete legmélyének a titkait fölismeri. És sejti, hogy valaki van a túlsó oldalon. Belátja a maga bűneit, kér is érte az Úristen bocsánatát. Tehát ez a fajta reményünk megvan még a történelem leggonoszabb embereivel kapcsolatban is. Elképzelhető, hogy akkor esetleg ők is nem az örök kárhozatra jutottak? Nyilván elképzelhető olyan módon, hogy belátják a bűneiket, odaát megtisztulnak ebből. Tehát elképzelhető, van az ő egyéniségüknek is tiszta, romlatlan magja. Valószínűleg kisgyerekként, fiatalként sok jót is tehettek. Tehát volt valószínűleg az életükben érték, később torzult el a személyiségük ilyen borzalmas módon, de talán az Úristen elő tudja belőlük hozni azt a kicsi jót, ami megmaradt. Milyen szerepet kap a szabad akarat a kegyelem fényében? Tud-e esetleg az ember élni a szabad akaratával, hogyha Isten bizonyos embereket az ő akaratának örök elhatározása szerint eleve elrendelt az örök boldogságra?
Ez egy nagyon félreérthető tanítás, amit hívnak így is, hogy predestináció, azt jelenti eleve, elrendelés. Sokan ezt valahogy úgy képzelik el, hogy Isten még a világtörténelem előtt egyeseket az üdvösségre rendel, a többieket hagyja elkárhozni. Tehát mintha az ő döntésén múlna az, hogy ki az, aki üdvözül, és ki az, aki nem. Erre a tanításra találtak egy bibliai alapot, mégpedig a római levél, Szent Pál rómaiakhoz írt levelének 9. illetőleg az ezt követő fejezeteiben, ahol úgy tűnik, mintha Pál apostol erről beszélne, hogy Isten öröktől kiválaszt, és az embernek az igyekezetén nem sok múlik. Például Pál apostol idézi a Bibliát, ahol ilyesmit olvasunk, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Mintha Istenem múlna, hogy melyikük élete hogyan alakult. Vagy Isten megkeményítette a fáraó szívét. Vagy Pál apostol azt mondja, nem azon múlik, aki igyekszik, aki törekszik, hanem a könyörülő Istenen. Azt tesz meg átalkodottá, akit akar, és azt üdvözít, akit akar. Vagy ilyet is mond, hogy ha Istennek úgy tetszett, hogy megalkossa a harag edényeit, hogy rajtuk az igazságosságát mutassa ki, és megalkossa az irgalom edényeit, hogy rajtuk a szeretetét, jóságát mutassa ki, akkor te ember ki vagy, hogy Istennel szembeszállj. Az agyag nem mondhatja a formálójának, hogy miért alkottál ilyennek. Első hallásra a Bibliának ezek a szavai, mintha ténylegesen ezt tükröznék, hogy Isten egyeseket kiválaszt, és ők üdvözülnek, és másokat pedig nem. Azonban, ha jobban megnézzük Szent Pál apostolnak ezeket a gondolatait, akkor látjuk azt, hogy az egész három fejezet az nem egyes embereknek az örök üdvösségéről, vagy örök kározatáról szól, hanem ez a három fejezet Izrael népének a történelmi szerepéről, az elbukásáról, az ebből fakadó pogányoknak adott üdvösségről, a nekik felkínált evangéliumról, és aztán Isten végső irgalmáról szól, amellyel minden bűnösön, aki bűnbánatot tart, megkönyörül. Miért ír Pál apostol erről? Azért, mert egyesek azt mondták a keresztényeknek, mint egy ellenvetésként, hogy Isten öröktől Izraelt kiválasztotta. Ők a választott nép. Isten ezt az ígéretét soha nem vonhatja vissza. Vagyis nincs ilyen, hogy Isten elveti a népét, és hirtelen a pogányokat választja ki. Isten kiválasztása örök. Ez nem tud meginogni. Vagyis amit a keresztények állítanak, ez hazugság. Isten szeretete örökké Izrael népé felé irányul, és másoknak ebben a szövetségben helye nincs. Pál apostol ezzel az ellenvetéssel szemben érvel. És mi az, amit ő állítani akar? Azt, hogy Isten szabad. Azt tesz, amit akar. Így volt ez a múltban is. Amikor Ábrahámot kiválasztotta, akkor nem egy népet választott ki úgy biológiai értelemben, mert Ábrahámnak nem minden fia lett az ígéret gyermeke, Izmael nem, csak Izsák. Ahogy Pál apostol másutt mondja, nem mindenki Ábrahám fia, aki Ábrahámtól született. Vagyis az ígérethez való tartozás, ez nem egy biológiai dolog, hanem egy kegyelmi valóság, az Istennel való kapcsolaton múlik. Csak az Ábrahám fia, mondja Pál apostol, aki Ábrahám hitéből való. Vagyis Isten népe nem egy ilyen biológiai valóság, hanem ez egy kegyelmi valóság. A Biblia gyakran ír arról, hogy csak egy maradék fog megtérni, nem az egész nép. Vagyis Isten szabad abban, hogy mit tesz, és kiket választ ki, ebben benne van az emberi szabadság is, aki erre a választásra igent kell, hogy mondjon. Pál apostol utána azt mondja, hogy Izraelnek a bukásából nagyon nagy áldás fakadt, mert ezáltal jutott el az evangélium a pogányokhoz. Ilyen módon jött létre az új szövetség, most már nem csak egy néppel, hanem a világ minden népével. Ilyen módon születik meg Isten új népe, most már a világ minden népéből. Vagyis ebből a bűnből áldás is fakadt. És utána Pál apostol arról beszél, hogy az idők végén Isten mindenkin megkönyörül.
mindenkin, aki a bűnét belátja, Izrael népén is, és a pogányokon is. Mindenkit a bűnben foglalt össze, mindenkin meg akar könyörülni. Vagyis ez nem egyéneknek az örök üdvösségéről vagy kározatáról szól, hanem egy nagy történelmi meditáció Izrael bukásáról, és ennek a gyümölcseiről és Isten végső irgalmáról. Vagyis teljesen téves volt egyes teológusoknak, főként a protestantizmus születésekor, mondjuk a kálvinista teológiának lett ez egy nagyon alapvető pontja, hogy mintha Pál apostol itt arról írna, hogy Isten egyeseket eleve a kározatra rendel. Mi az oka ennek a tévedésnek, ami kialakult sajnos nagyon sok keresztény teológusnak a fejében? Az a téves elképzelés, hogy azt gondolják, hogy Isten kegyelme szinte ellenállhatatlan, vagyis akinek adja, annak az életében ez akkora erő, hogy minden mást elsöpör. Vagyis ha Isten valakinek ilyen kegyelmet ad, mivel ő mindenható, az ember szinte nem is tud erre nemet mondani. Elsöpri az embernek az ellenállását. És ebből azt következtették, hogy akit Isten valóban akar üdvözíteni, az szükségképp üdvözül. Vagyis, hogy végül is Istenen múlik. Az, hogy ki üdvözül és ki nem. Talán ott van-e mögött a tévedés mögött Pál apostolnak, illetőleg Szent Ágostonnak is az élménye. Az ő megtérésük valóban egy ilyen mindent elsöprő hatalmas élmény volt. Minden bűnüket, minden ellenállásukat elsöpörte. És ezért születik néha például Szent Ágoston írásaiban is egy-két ilyen kicsit túlzó mondat, ami arra utal, hogy Isten kegyelmének nem lehet ellenállni. Isten mindenható. Akit ő üdvözíteni akar, annak az üdvössége valóban biztosítva van. Azonban a Biblia egyáltalán nem erre tanít, hogy Isten kegyelme ellenállhatatlan. És az Isten mindenhatósága az nem azt jelenti, hogy ő olyan lenne, mint egy tank, ami valamit elhatároz és végig söpör a világon és megvalósítja. Isten az ember szabadságát végtelenül tiszteli. Amikor Isten emberré lett, közénk jött és önmagát megmutatta, egyáltalán nem úgy jelent meg, mint végtelen hatalom. Isten gyöngén jött a világba. Gyönge védtelen gyermekként született Betlehemben. Nem volt ott semmi dicsőséges fény. 30 éven át a világ észre sem vette, hogy Isten már itt van közöttünk, alázatosan jött. Amikor a keresztjét hordozta, nem volt hatalmas. Isten gyönge lett. A terheinket magára vette, hagyta magát megölni. Pál apostol, amikor Isten keresztjéről, vagy Krisztus keresztjéről elmélkedik, akkor azt mondja, hogy Isten gyöngesége erősebb az embereknél, Isten balgasága bölcsebb az embereknél. Isten balgává lett és gyöngévé lett. Isten kegyelme nem olyan, mint egy erő, ami mindent elsöpör. Egyáltalán nem. Isten a szabadságunkat végtelenül tiszteletben tartja, mert ő lényege szerint szeretet, és a szeretetünk válaszát kéri. Éppen ezért az üdvösségünk rajtunk múlik. Isten mindenkinek fölkínálja, mindenkit üdvözíteni akar. Nekünk kell erre igent mondani. Nem Isten a hibásabban, ha valakinek az életében az üdvösség terv nem valósul meg, hanem egyes egyedül ő a hibás, aki erre az igenre, az isteni kegyelem fölajánlására nem tudott pozitívan válaszolni, aki ezt elutasította. Picit még így az utolsó harmadunkban beszélgessünk a megszentelő kegyelemről. Mi is pontosan ez a megszentelő kegyelem? Mit tesz velünk, ha ebben az állapotban vagyunk? Ha megszentelő kegyelmet egy egységnek vesszük, akkor mondhatjuk, hogy minden emberben egyforma mennyiségű megszentelő kegyelem van? Vagy esetleg van különbség ember és ember között? Ha van különbség, akkor ez miből fakad? A megszentelő kegyelem egyforma esetleg a szeretettel? El tudjuk ezt is veszíteni? Ha igen, akkor hogyan és mit lehet tenni, hogy visszanyerjük? Az egyház általában két fogalmat használ a kegyelemre, az egyik a megszentelő, a másik a segítő kegyelem. Volt már egy kicsike szó. A megszentelő kegyelem egy állapot,
Azért nevezzük így, hogy megszentelő, mert úgymond szenté tesz. Mit jelent ez, hogy szent? Az eredeti jelentés ennek a szónak, ami héberül így hangzik, hogy kádós, és az angol cut szóval, a vágni jelentésű szóval is azonos, azt jelenti, hogy Isten számára föntartott egy szent hely, az, amit a profán térből kivágnak, kihasítanak, a templom helye, ahova nem akárhogyan lépünk be, Istennek van föntartva, Istené. A szent idő az, amit a hétköznapokból kihasítunk, kivágunk, a vasárnap, Istennek adjuk. Szent tehát ezt jelenti, hogy Istené, Istenhez tartozik. Megszentelő kegyelem azt jelenti, hogy valaki Istenben él. Az ő életét éli, Istenhez tartozik, Isten él benne. Olyan, mint egy templom, amelyben Isten lakik. Olyan, mint egy állandóan ünneplő ember, akinek a lelkében mindig vasárnap van, mindig ünnep van, mindig az Istennel tud találkozni. A megszentelő kegyelem az egy kapcsolat, tehát nem úgy kellene elképzelnünk, mint valami anyagot, mint egy kis vizet beletöltenek egy pohárba. Az Isten nem egy anyag. És nagyon rossz, ha a kegyelmet ilyen módon képzeljük el. Nem lehet azt mondani, hogy egy egység, vagy egy fél egységnyi kegyelem, vagy kettő, hanem ez egy kapcsolat. Szent Pál apostol azt mondja, hogy belépünk a Szent Háromság életébe. A Szent Lélek által mi is a fiúval együtt, Krisztussal együtt ezt kiáltjuk, Abba, Atyánk. A Szent Háromság életében élünk. Az Atya gyermekei leszünk, a Szent Lélek templomai, a fiú testvérei. A megszentelő kegyelem ezt jelenti, bekerülök ebbe a családba, az Istennek a családjába. Az ő családjának tagja vagyok, ahogy Jézus mondja, aki Isten akaratát megteszi, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. A kegyelem tehát ezt jelenti, Istenben élek, egy kapcsolat. És mivel ez egy kapcsolat, ezért nem mérhető, hogy emberek között sem mérhetőek a kapcsolatok. Nem lehet azt mondani, hogy egy barátság az két egység, vagy három, mert van, amelyik talán 100, és van, amelyik éppen csak 0,2. Embereken múlik, hogy mit jelent számukra a barátság, és hogyan élik meg. Ahogy egy szülő-gyerek kapcsolat is lehet rendkívül mély, de lehet nagyon-nagyon felszínes is. Tehát emberen múlik a két félen. Az Istennel való kapcsolatunk ugyanez. Nagyon-nagyon más lehetett mondjuk a szűzanya kapcsolata Istennel, Szent Ferencé, Brenner Jánosé, meg talán a miénk. Óriási különbségek vannak közte. Nem lehet így mérni, hanem mindegyik tengermély, és mindegyik teljesen megismételhetetlen és egyedi. Milyen jutalom illeti meg azokat, akik a megszentelő kegyelem állapotában élnek, vagy éppen vannak? Istennek a legfőbb jutalma saját maga. Tehát önmagát kínálja nekünk, az örök élet tulajdonképpen nem más, a halál kapuján átlépünk ebből a múló véges világból, az anyagi és széteső romlandó világból, a lelkünk, a lényünknek a csúcsa át tud lépni az Istenbe. A hordozó rakétát, a testünket itt hagyjuk, ahogy az űrhajóról is leválik, de a lényünknek a csúcsa, a szellemünk át tud lépni magába az Istenbe. Az ő örök szeretetében élünk, szüntelen önátadásban, szüntelen dicséretben, újongásban, Isten átölelésében, a testvéreinkre való rácsodálkozásban, szeretetben, örök ünnepben. Tehát a legfőbb jutalom saját maga. Ahogyan az evangélium ezt nagyon gyönyörűen leírja, azt mondja Jézus, hogy közületek, bár gonoszak vagytok, senki, ha a fia kér tőle kenyeret, akkor nem követ ad neki. Vagy ha tojást kér, akkor nem skorpiót ad neki. És hogy folytatja Jézus? Azt mondja, éppen így mennyei atyátok megadja mindenkinek a szent lelket, aki őt kéri. Nem mást ad Isten, nem dolgokat, hanem a szent lelket, önmagát. Istennek egyetlen és legfőbb ajándéka önmaga. Az embernek a legfőbb vágya ez. Mi emberek szeretetből lettünk. Arra születtünk, hogy ebben éljünk, önátadásban éljünk. Isten erre tesz képessé önmagát, az örök szeretetet, a szeretet örök extázisát, énekét adja nekünk, hogy ebben élhessünk.